A bejelentés arról jött, hogy ház és minden egyéb nélkül az óriási fagyban kikötve jeges víz előtt átsorognak, és nagyon gyenge állapotban vannak, úgyhogy gyakorlatilag hatóság segítségével végül sikerült őket kihoznunk. Már most egész jól néznek ki ahhoz képest, ahogyan kinéztek, viszont súlyosan alultáplált volt mind a kettő. Az egész bordájuk mindenük kint volt, és ugye egy lassú hízalás kezdődött meg, még mindig nagyon-nagyon sok kiló hiányzik róluk, de már most legalább nem látszanak ki a bordáik, úgyhogy a feljelentést azt megtettük természetesen a gazdi ellen, mert mi azt gondoljuk, hogy ez minden csak nem felelős állattartás. Rock és Roll 2 hónapja vannak az Állatbarát Alapítvány gondozásában. Egy nyíregyháza melletti településen éltek, kölyök koruktól láncra verve. Sokak szerint emiatt gazdájuk komolyabb büntetést is érdemelhetne. Az állatvédelem ma már egyre fontosabb kérdés, és szerencsére nem csak a hivatalos állatvédő szervezetek próbálnak segíteni a bajba jutott négylábúakon. Nagyon sok bejelentést kapunk például olyan rosszul tartott állatokról, amiken lehet segíteni egyébként, csak hogy hát ugye ez fontos az, hogy észre is vegyék az emberek, és hát a megfelelő szervekhez megtegyék a bejelentést. Például ugye az oldalunkon is feltüntettük már többször, hogy hova és milyen formában lehet ezeket az ügyeket jelenteni. És azt veszük észre, hogy egyébként a hivatalok is talán egy kicsit most már elfogadóbbak és odafigyelőbbek ezzel kapcsolatban, úgyhogy mi ennek nagyon örülünk. Az állatvédelem kérdéséről a kormány is készített egy online kérdőívet, amelyben mindenki elmondhatja, mit gondol az ezzel kapcsolatos legfontosabb kérdésekről. Nevünk, e-mail címünk és korunk megadása, valamint az állampolgárságunkról és az adatvédelmi szabályok elfogadásáról tett nyilatkozatunk után tovább is léphetünk ezekhez a kérdésekhez. 13 fontos kérdést tettünk fel, 3 perc alatt ki lehet tölteni. Tegyük meg, hallassuk a hangunkat, mutassuk meg, mennyien vagyunk az állatvédelem mellett, hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A kérdőívben szó van többek között az állatvédő szervezetek támogatásáról, a kóborkutyák befogadásáról, a pirotechnikai szabályokról és az állatkínzással kapcsolatos büntetésekről is. A legnagyobb probléma ugyanaz, mint ami mindig is volt, ez az ivartalanításnak a hiánya. Nagyon sok fórumon és helyen találkozunk azzal, hogy értelmes és diplomás emberek sincsenek tisztában valóságban azzal, hogy mit is jelent ez az egész, és miért is fontos. Nagyon sok helyi csoportban találkozunk ugye házi szaporítással, hadd fialjon a kutya legalább egyet, vagy bármi ilyesmi, és hát azt tapasztaljuk, hogy ebben a dologban nagyon nagy hiányosság van még mindig. A kérdőív kitöltése nem csak etikai, erkölcsi, hanem állat- és közegészségügyi, sőt, közbiztonsági kérdés is. A kérdőív kitöltésével mi is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy Magyarországon minden állatot méltó körülmények között tartsanak. A mi rohanó hétköznapjainkból csupán néhány percet vesz igénybe, de a rohoz hasonló kutyák ezreinek életét menthetjük meg vele, és tehetjük szebbé.